Bombonetti egy Guinness rekord méretű 200 kilós szaloncukor elkészítésén fáradozott nemrégiben. Az eseményen a gazdaságtv.hu is részt vett, így volt alkalmunk a Bombonetti vezérigazgatóját az ágazatot érintő chipsadóról és a Bombonetti jövőjéről kérdezni. Halljuk először a chipsadóról alkotott véleményt. Rendkívül elhamarkodottnak találtuk ennek a bevezetését, de legfőképpen aránytalannak. Ugye megnézzük az édesség kategóriát, még akár a chipseket is belevéve, összesen a napi kalóriabevitelünknek közel 5%-áért felel, még 5%-áért sem. Ennek ellenére a teljes adótartalomnak közel 2/3-át nekünk kell állni. Ez olyan aránytalan, amit nem is értünk, hogy miért az édesiparnak kell ezt vállalnia és fizetnie, másrészt pedig szinte elviselhetetlen teher ilyen formában. Mindenkinek egész komolyan át kell gondolnia a stratégiáját, új cégméretek, cégstratégiák kellenek, hogy ez túlélhető legyen. Kérdés, hogy a Bombonetti milyen lépéseket tesz ezzel kapcsolatban? Legfőképpen meg kell találni azokat a stratégiai lábakat, amelyeket erősíteni kell. Ilyen szempontból mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nem csak belföldi piacra termelünk, hanem exportra is. Van egy 50 országgal tartó kapcsolatunk. Ilyen szempontból ez a 3 milliárdos forgalom azért kellően jó alap arra, hogy ezt építeni tudjuk. Most egyértelműen ezt az irányt kell erősíteni, hiszen a másik látható lesz, a belföldi piac csökkenni fog, esni fog, hiszen az árak 10-15%-kal, sőt januártól, ugye, mivel most már 130 forint per kiló lesz az adó, valószínűleg tovább fognak esni, ilyen szempontból biztosan számíthatunk csökkenéssel, illetve mi még a félkész üzletágban is ott vagyunk, megpróbáljuk ezzel a kettővel majd kiegyenlíteni ezt a visszaesést, amit a belföldi piacon esetleg elszenvedünk, a másik pedig az innováció, ki kell találni új terméket, vonzóbbakat, amelyekkel piacrészeket lehet nyerni, illetve megemlíthető az is például, hogy mi Magyarországon elsőként gyártunk úgy szinte fertőd jellegű terméket a Benelux piacokra. Látható, hogy van sok új ötletünk, azt fájlaljuk csak, hogy ez a gyors, elhamarkodott döntés miatt rendkívül gyors döntéseket kell meghozni. Néha azt mondhatom, hogy értelmetlenül kell adott esetben mondjuk létszámot leépíteni, hogyha erre több időnk lett volna, akkor mindenféleképpen a stratégiát jóval pontosabban lehetett volna illeszteni ez az új kihíváshoz.